Van egy régen elfelejtett szó, így hangzik, hogy Schuster. Ha megkérdezném tőletek, gyerekek, mit jelent, lehet, hogy nem tudnátok. Aztán elmagyarázni, hogy a cipész jelent, még akkor is bajban lennétek, mert cipészek ma már nem nagyon dolgoznak. Aztán van egy bútor darab, ami a Schusternek a széke, kerek ülőkéje van és három lába. Na most, hogy már magamra vontam a figyelmet ez a látszólag témához nem illő dologgal, szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm a gyerekeket, akik eljöttek, köszöntöm Trakperger Árpád uterészéről, és nagy szeretettel köszöntöm Tamás Ilona igazgató asszonyt is, aki elvállalta ennek a rendezvénynek a védnökségét. Kedves Ica, úgy készültünk, hogy Csokrétával köszöntünk téged, de aztán takarékoskodási okokból arra gondoltunk, hogy kimegyünk a mélylegelőre és mezei Csokrétát gyűjtünk, de aztán ezt meg elmosta az idő, úgyhogy most a Larát kérem, hogy jöjjön segíteni nekem, egy apró ajándékkal szeretnénk kedveskedni neked. A rajz bizony a nyári sportélményeket idézi. Még valakit szeretnék nagy szeretettel köszönteni, Tóthné Nyiszterük Hildát, hiszen az ő iskolájába valósult meg a program. És akkor, hogy miért Schuster és miért Schuster szék? Mert hogy három lába van ennek az alkalmatosságnak, és azt mondják, hogy ez a legstabilabb alátámasztás. Nem billen fel soha. Olyan, mint az a program, amit megpróbálunk most megidézni így az őszi esős időben, egy tündöklő nyári tábor a Csokonai Gimnáziumban az UTE szervezésében. És hogy mi volt ennek a programnak a három lába? Hát az egyik az Észak-Budapesti Tankereti Központ, illetve annak újpesti iskolái. Mert hogy az újpesti gyerekek vettek részt ebben a táborban, és milyen jó, hogy sokan ott tölthették a szünidejüket, nem úgy, mint az én időben, mikor fogalom volt a kulcsos gyerek, azt sem tudjátok, mit jelent, az azt jelentette, hogy a nyakába akasztották a lakáskulcsot, és lement a játszótérre szaladgálni magában, sok esetben unatkozni. Tehát volt egy lába ennek a széknek, jelesre a tankereti központ, annak intézményei, kiemelten a Csokonai, amelyik helyt adott ennek a tábornak. Én magam is jártam ott, és láttam, hogy milyen remek helyen voltak a gyerekek. A másik lába az önkormányzat. Ők anyagilag támogatták ezt a tábort, hiszen önkormányzati feladat, hogy úgy gondoskodjanak a nyári táborozásról, a családoknak a gondtalan pihenéséről, hogy a gyerekeknek biztosítják az ellátást, az étkezést és az élményteli programokat. És a legbiztosabb alátámasztás most már jó pár éve az UTE. Ez a kiváló, több mint 100 esztendős sportegyesület, nem véletlen van itt nagyon sok mindenki lilában, ők biztosították ezt, mondjuk így a logisztikát, a szervezést, és hát láttam, milyen szeretettel köszöntöttétek itt Tárpi bácsit, ő az egész nyarát arra szánta, hogy nektek gyerekek élménytel legyen ez a tábor. Úgyhogy én nem is szaporítom tovább a szót, megtanultuk, mi az a Schuster, mi az a Schuster-szék, még a mélylegelőről is szó esett, és akkor most átadom nagy szeretettel a szót Trakperger Árpádnak, parancsolj. Laci bácsi megtanított benneteket, mi a Schuster-szék. Én meg a Rozmaringos kiskertemű című dalra tanítottalak meg, azt most nem fogom elénekelni, de nagyon sokan ismeritek, mert ha megláttok a parkolóba és minden máshol, akkor rögtön ez jut eszedbe, úgyhogy örülök neki, mert is egy jó vidámságot okozott. Én egy idézettel kezdenék nektek, és röviden elmondanám, hogy mi történt a nyáron. Ez az idézet arról szól, a Muhammad Ali idézete, mindig csodálatos számomra, és ez legyen nektek is csodálatos, és egy kicsit mélyüljetek ebbe bele, ebbe az idézetbe, mert legyen nektek egy motiváció a napokra, a további napokra. A lehetetlen csupán egy nagy szó, amelyel a kis emberek dobálóznak, mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény, hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás, hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség, a lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik. Na hát ez a mottója ennek a nyári tábornak is. És ugye az volt a célunk ezzel a kerületi, tehát tankerülettel, az önkormányzattal és az UTÉ-val együttesen, hogy ti jól érezzétek magatokat. Látom ezeket a rajzokat, én nyáron, tudjátok, ki volt állítva a Csokonainak a nagy aulájában. De látom ezeket a színeket. Erről szól a nyár. Ez a tietek. Ez a ti gondolkodásotok.
nem tudok olyat Budapesten, olyan kerületet, aki ilyen szintű tábort csinált meg, vagy ilyen szintű táborban vehettek részt a gyerekek. Az, hogy eljuthattatok Leányfalura, az, hogy eljuthattatok a Skanzenba, az, hogy becsempésztük a 6 sportágat, minőségi sportágat, minőségi egyesületnél. Ilyen a judo, taekwondo, karate, labdarúgás, box, ugye ökölvívás, ilyen az atlétika, ilyen a röplabda, még több is, mint 6 sportág. Amit be tudtunk azzal csempészni, hogy idősebb és fiatalabb edző kollégák, mint Sanyi bácsi, és folyamatosan 6 hétig tartotta nektek az edzéseket, hogy megismerjétek az alapokat. Az, hogy bevittünk benneteket egy olyan létesítménybe a sportban, ami kimagasló és gyönyörű új létesítmények, hiszen újjáépítették a sportot. Az, hogy emellett a ifjúsági ház, a kultúrház, illetve a Márta néni hatalmas tudása és a Márta nének a rajzhoz, művészethez való viszonya ilyet hozott ki belőletek, ilyen gyönyörű rajzokat, kiállításokat az egész táborról. Az, hogy szállíthattak benneteket minőségi busszal ezekre a programokra, és mindenki jól érezhette magát. Ez a mindenki, tudjátok, mennyi gyereket jelentett? 2000 gyereket jelentett. Tehát nem 50, nem 70 és nem 40, hanem 2000 gyereket jelentett. Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy Hírman igazgató úr helyet adott ennek a Károlyba, ennek a kiállításnak. Még egyszer mondom, a színek, ami csodálatosak, és a színek azok, amik alkotják azt, hogy tulajdonképpen ti vagytok igazán a gyerekek, és ezek a színek maradjanak meg neked, akár ott oldalt a toronynál, és akár itt is. Az életetekben mindig legyenek ilyen színek. Ha időnként jönnek be fekete tónusok is, cseréljétek gyorsan ki, és legyetek mindig színesek. Olyan színesek legyetek, mint ez a tábor volt. És ez a tábor az elmúlt 3 évben volt. Mert ez a táborért azért dolgozott hetente 50-60 pedagógus, és tényleg nagy köszönet nekik, mert balesetmentesen lezajlott, hogy ezeket a színeket megkapjátok, és ezekben a táborokban jól érezzétek magatokat. Úgyhogy még egyszer köszönöm a kiállítást, köszönöm a program lehetőséget, köszönjük a kerületi vezetésnek, a tankerületi vezetőnek, Ilana néninek is az, hogy támogatta azt, hogy a Csokonai suliba lehetünk. Köszönet a Hildának, hogy ezt a gyönyörű létesítményt biztosította nekünk, és folyamatosan jöttek Julcsi nénivel, hogy minden rendben van-e, és tényleg hatalmas létesítményt tudta ezeknek a heti 350 és 450 gyerek között mozgó létesítményt biztosítani. Mindenkinek köszönöm nektek, és még egyszer Márta néninek egy nagy tapsot, és Márta nénit meg köszönjük szépen a kiállítást és az egész művészeti munkáját a tábor alatt. Köszönöm szépen!